Williams Televízió. Október 4-én hadifogoly misét tartottak a Szent Kereszt templomban. A misét követően felavatták a Málenki robotra elhurcolt vecsésiek emlékművének talapzatát. Egy országgyűlési határozat meghirdette az emlékévet januárban, és ebben tulajdonképpen a 2015-ös esztendőt az elhurcolás emlékévévé nyilvánította. A emlékévhez kezdetéhez hozzátartozik egy parlamenti rendezvény, ahol másodmagammal Abonyi Ferenccel mi is részt vettünk, és ezzel egy időben a településsel kaptak egy kérdőívet a emlékével kapcsolatosan, amiben feltették a kérdést, hogy érintett volt-e a település a Málenki robotra való elhurcolásban, ha igen, akkor hány fővel, szoktak-e róla megemlékezni, van-e valamilyen emlékmű, ami erre emlékezteti a települést, és hát ezt Vecsés is kitöltötte, jegyzi azt, hogy ezt elküldte, és már ebben a kérdében jeleztük, hogy mi szeretnénk valamilyen tárgyi emléket is hozzákötni ehhez a szomorú évfordulóhoz, és hát tulajdonképpen ez volt a kiindulási pont. Mi mindig a Káposztafeszt utáni vasárnap szoktunk megemlékezni az elhurcoltakról. 1990-ben volt először. A szeptember hónapot azért választottuk akkor, mert a háború után, amikor még sok apa, nagyfiú, feleség vagy nagylány a Szovjetunióban volt kényszermunkán, akkor a család a budai oldalra járt fogolykiváltó boldogasszony napján volt búcsújárás mindig, és mi az első rendezvénynél, az első misénél és találkozónál egy picit ezt a világot szerettük volna megidézni. Később jöttünk rá, hogy praktikusabb is, mint egy januári megemlékezés, amikor őket elhurcolták, mert mondjuk 90-ben a túlélők azok már igencsak idős emberek voltak, és egy szeptemberi esemény sokkal látogatottabb volt. Vasárnap a mise után átadták ennek a készülő emlékműnek a talapzatát, amelyet a Málenki robotra elhurcolt vecsésiek emlékére hoznak majd létre. Mikor lesz majd kész a teljes emlékmű, és mit ábrázol majd? Igen, hát ugye akár meg lehet kérdőjelezni az itt tartott kis megemlékezést, de mi úgy gondoltuk, hogy Vecsésen még 8-an élnek, akik ezt a sorsot elviselték. 4 fő jelen volt a hadifogoly misén is, és mi mindenféleképpen úgy gondoltuk, hogy nem szabad az emlékévben szó nélkül elmenni a dolgok mellett, és legyen ennek valami maradandó emlékeztetője is. A város is, mi is, a Kultúrfener részéről és a Nemzetiségi Önkormányzat is hát még reményeket fűz a kiírt pályázathoz, aminek az egyik pontja azt ígéri, hogy emlékművek, emléktáblák támogatására is számíthatunk, és hát végül is a város, a Nemzetiségi Önkormányzat Kultúrfener úgy döntött, hogy a emlékmű talpazatát megfinanszírozza, ezen már rajta van a szöveg, látszik, hogy milyen célra készül, és az emlékmű tervezésére Olá Katalint kértük meg, aki szép 2 keresztet alkotott már Vecsésen. Az talpazatra egy szoborcsoport kerül, amin hát fiatal közép és középkorú emberek, nők, férfiak kerülnek ábrázolásra, amint őket egy katona éppen terelgeti. Talán sajátossága, hogy ha nem is egészen keletre, de úgy dél-keletre
fog nézni ez a szoborcsoport abba az irányba, amerre őket elhajtották 1945 telén. Kik voltak itt a vasárnapi misén és a felavatáson, talapzott felavatáson? Hát beszédet mondott Szűcs Lajos országgyűlési képviselőnk, vendégünk volt a nyugalmazott pécsi püspök Mayer Mihály, aki németül mondott egy szentmisét. Némileg meglepett, hogy a predikáció is német volt, de végül is egyetértettem vele, mert talán az a tanácstalanság, amivel sokan hallgatták és nem értették, valahol arra figyelmeztet bennünket, hogy azért nagyon nagy a veszteségünk. Hisz akik ezt a sorsot megszenvedték, annak nagy részének a német volt, vagy a helyi mundárt volt az anyanyelve, és 70 évvel utána mi esetleg hát értetlenül hallgatjuk, megértés nélkül hallgatjuk ezt a predikációt. Püspök úr nagyon szépen fejtette ki, hogy ugye mi azóta a harmadik generáció felé tartunk, és hogy ezt azért nem szabad, hogy a feledés omája fedje be. Voltak itt vendégek más településekről, én nagyon örültem, népes hallgatóság volt a misén is, itt is, Cegléd Bercelről, aztán Kerepesről volt egy csoport. Ez a megemlékezés folytatódott az iskolában, és az iskolában Ritter Imre, a parlamenti szószóló mondott beszédet. A két iskola, Petőfi Sándor Római Katolikus Iskola és a Falusi Nemzetiségi Iskola adott műsort. Az iskolában az esemény úgy kezdődött, hogy Szlahó Csaba polgármester köszöntötte a vendégeket. Itt az emlékműnél pedig a Nachtigallen kórus énekét hallgathattuk meg, és itt várt bennünket a Fúvós zenekar, és az ő segítségükkel, kíséretükkel énekelhettük el a magyar himnuszt és a magyarországi németek himnuszát.